Második fejezet. Ima és vezeklés. Az alszi plébános imádsága a templomban. A kemény ágy. Véres kolbácsolás. A burgonyás fazék. Vienne első nagybőtje. A szegények kenyere. Az első győzelmek titka. Az alszi plébános az Isten és a lelkek iránti szeretete mellett vállalkozó és energikus természetű volt, hasznos életről áradozott. Az Isten erre a tenyérnyi kis helyre küldte őt, és ő már az első napokban hozzáfogott, hogy az ott töltött idő kemény és gyümölcsöt termő munkájával lekösse minden idejét. Még az első pirkadásnak jelei előtt, amikor azban még mindenki pihent, Vienne plébános a templom felé tartott. A szentélyben leborult, kitálta szívét, amely tele volt vágyjal, óhajjal, de már tele volt fájdalommal és keserűséggel is. Az éjszaka imádságos csendjében hangosan kérte az Urat, szánja meg a nyáját és a pásztort. Édes Istenem, add meg nekem azt a kegyelmet, hogy a híveimet megtéríthessem, és én kész vagyok elszenvedni 100 év legfájdalmasabb szenvedését, amit szent akaratod ró rám, csak térjenek meg, s könnyeivel öntözte a kövezetet. Napfelkeltekor a jóságos pap még mindig ott volt, az ablakon kiáramló fénysugárról lehetett erre következtetni. Nappal is úgy töltötte az idejét, ha nem volt más elfoglaltsága. Bizonyos napokon csak az esti úrangyala után hagyta el a templomot. Délutánonként rendszeresen sétált, esetleg összekötötte a család látogatással. Nagyon szerette a környéket, séta közben elmélkedett, vagy a breviáriumát forgatta. Boldog volt, mondták ez újkori Assisi Ferencről, ha az az erdőbe mehetett imádkozni. Itt Istennel egyedül szemlélte az ő nagyságát, felhasznált mindent, még a madáréneket is, hogy hozzá felemelkedhessék. E felemelő gondolatok bizony sokszor keserű érzésekkel párosultak. Egy napon, amikor Mendi polgármester az erdőn ment keresztül, Viennét látta térdepelni, amint könnyeket hullatva többször felsóhajtott. Istenem, téríts meg híveimet! A pap észesen vette őt, és mivel ő nem akarta zavarni, különös imájában csendben távozott. Vienne plébános nagyon szerette a kastély parkjának tölgyfáit. Sokszor sétált alattuk, és séta közben gyakran reborult, azt hívén, hogy egyedül van, miközben a papi zsolozsma által előírt Gloria Patrit mondta. Épp úgy, mint amikor utazott, és a breviáriumot elkezdte vagy befejezte. Bárhol járt, és akármilyen volt az időjárás, mindannyiszor letérdelt. Imáihoz csatolta a vezeklést, hogy távol tartsa a szigorú vezekléseitől a tanukat, egész életében egyedül akart maradni a paplakban. Isten gyorsabban bocsájt meg a szegény bűnösnek, ha valaki megfizeti helyettük a váltságdíjat. A lélekmentés sok áldozatot kíván, mivel mindjárt érkezésekor elajándékozott minden használható holmit a parókiáról, több héten keresztül a földszinten szétszólt szőlőindákon fekve töltötte az éjszakát. De a kőpadozat hidegségétől csak hamar az zsábát kapott, és vagy 15 évig szenvedett emiatt. Felköltözött ezután a padlásra aludni. Ezt azok igazolták, akik éjjel haldoklóhoz hívták, és ő onnan szűrt le hozzájuk. A csupasz gerendát használt a párnának, a szomszédek hallották a recsegését, amit elhagyta a fekvőhelyét. Ezt a sanyargató éj nyugalmat még tetézte a sűrűn alkalmazott vezekléssel, amit szörnyű kínzó eszközökkel végzett önmagán. A vezeklés eszközeit önmaga gyártotta, takarításkor a korbácsról verés közben leszakadt kis szögeket, vas és ólomdarabokat lehetett találni. Szomszédjai szerint sokszor egy óránál tovább is vezekelt, alig bírták hallgatni. 2 hét alatt tönkretett egy-egy vezeklő korbácsot. Szánalom fogta el az embert, mondta Catherine Lassagne, ha ingeinek bal vállát látja, amelyet felszabdalt és vérrel fecskendezett össze. Többször elájult és esés közben vérezhette be a falat is. Foltok bizonyítják a vér jelenlétét. Feltételezhetően akkor hagyta a falon őket, amikor a falra támaszkodott, hogy fel tudjon emelkedni. Egész életében böjtölt, de voltak alkalmak, amikor megszokott kevésnél is kevesebbet, sőt, semmit sem evett.
Így volt az 1818 márciusában is Nagybőjt idején. Önsanyargatása túllépett minden mértéket. Később az ilyen nemű túlzásait fiatalsága hóboltjainak nevezte. Amikor az ember fiatal, mondta egyik paptársának, meggondolatlan dolgokat követ el. Beiktatása után 2 héttel meglátogatta őt nővére, Margaret, és özvegy Madame Bibost Dardy-ből. Vienne nagy szívélyesége fogadta őket, de amikor evése került volna sor, a saját számára férhetett, és már penészedni kezdő főtt krumplin kívül semmivel sem tudotta őket megkínálni. A vendégek nem is ettek belőle, hiába bizonygatta, hogy jó az. Mivel vendégei előrelátóak voltak, útközben vettek kenyeret, és sikerült találniuk egy kis lisztet, kis ezt-azt, ebből csináltak fánkot. Vienne kedvencét. És hogy teljes legyen az étrend, az udvarban talált 2 fiatal galambot is levágták és nyáson megsütötték. Amíg a papi munkák miatt távol maradt, éppen végeztek. De azt nem gondolták, hogy a galambokat annyira sajnálni fogja, hogy nem is eszik belőlük. Csak egy lepényt evett. Idősebb bátyja, François, sokszor meglátogatta őt. Kevésbé volt előrelátó és ennivaló nélkül állított be. Kénytelen volt maga ásni a kertből burgonyát, és meg is főzhette. A kezdet minden esetre életének legszigorúbb időszaka volt. Ekkor majdnem teljesen magára maradt. Ezt ő arra használta fel, hogy vezeket, és ennek hevében néha 2-3 napig semmit sem vett magához. Az egyik nagy héten mindössze 2-szer evett. Sokszor nem látta el magát ennivalóval, sohasem törődött a holnappal. Madame Bibost hiába gondoskodott segítségről a szomszédasszony személyében, mielőtt visszament volna Dardy-be, özvegy Madame Renard, komolyan véve a megbízást, friss kenyeret sütött, de csak hamar észrevette, hogy nem a plébános eszi meg, hanem elosztogatja a szegények között. Esetleg becseréli náluk száraz kenyérre. Sütött fánkot, főzött burgonyát, ha volt ideje, evett belőlük. Ha éppen imádkozással volt elfoglalva, vagy bármi egyébbel, ami az Istent szolgálta, egyszerűen be sem engedte a házba Madame Renardot. Több ízben tért vissza az ennivalójával, sírva a konyhából. Ha mégis megkísérte, több nap után a lakásba ment, Vienne hajtatlan maradt. Ugyanígy jártak mások is. Egyikük sopánkodva mondta. Ó, milyen nehéz kiszolgálni egy szentet. Néha napján főzött önmagának a legendás hírű fazékban burgonyát, de előtte egy egész hétre. Belerakta egy drótkosárba, felakasztotta a falra, és ha az éhség már nagyon kínoszta, egyet-kettőt megevett belőle. Egy harmadik már ínyenckedés számba ment volna. Hidegen ette őket, és amikor már a készlet a vége felé járt, majdnem teljes penész lepte be. Megtörtént néha, hogy a tüzes hamuban tojást főzött magának, vagy élvezhetetlen lepény sütött. A táplálkozásnak ez a módja 1827-ig tartott, amikor a gondviselés intézet felépült. Ezután itt étkezett. Milyen boldog voltam, amikor magamban voltam. Ha enni akartam, 3 lepényt sütöttem. Amíg a másik elkészült, megettem az elsőt, és amíg a harmadik sült, megettem a másodikat. A harmadik megevése alatt már el is raktam az edényt, és rendbe raktam a tűzhelyet. Ittam egy pohár vizet, és elég volt több napra. Vasárnap délben teljesen elhanyagolta magát, megelégedett azzal, hogy pár gram szeletelt kenyeret evett. Csak este engedett szigorúságába, és vett magához valamilyen bőségesebb táplálékot. Volt alkalom, amikor az éhség olyan parancsolóan lépett fel, hogy miután nem talált otthon semmi ennivalót, átment a szomszédba és bevallotta, hogy nem evett 3 napja, mire a szomszéd készsége megosztotta vele kenyerét. Más alkalommal vendégségbe kínálták meg frissen főtt burgonyával, ő ki is vett egyet a tálból, majd visszatette. Egy szemtanú szerint ez vezeklés volt nála, amit előjött magának. Egyik szomszédnőjének megengedte, hogy tehenét a füves plébános kertben legeltesse. Az asszony egyszer meglepődve tapasztalta, hogy a plébános sóskát evett. Füvet eszik, főtisztelendő úr? Kérdezte. Igen, Renard asszony. Felette egy kissé bosszankodva, hogy rajta kapták. Próbáltam megízlelni, nem tudtam magamat megtartóztatni. Ha a szomszéd asszony nem mondta volna el senkinek az esetet, akkor sem maradt volna titokban, hogy mennyit vezekel jóságos lelkipásztoruk.
Arca, alkata elárulta az önsanyagatást arszfalú lakóinak. Meggyőződése volt, hogy a gonosz szellemektől csak a tiszta lelkület szabadítja meg őt és híveit. A gonosz szellem tisztatalanságtól akarta megszabadítani magát, és ezt csak az imádság és a böjt ereje által tudta elképzelni. Máté 17:20. 20 évvel később, 1839. október 14-én, amikor fiatal paptársa Tihades meglátogatta őt, neki mesélte el bizalmasan, hogy miben látja győzelmének titkát. Kedves barátom, az ördög nem sokat törődik a korbácsolással és a többi vezeklési eszközzel. Ami őt legyőzi, az az önmegtagadás ételben, italban, alvásban. Semmi másról nem riad vissza, és következésképpen ez az, ami az Istennek tetszik. Ó, de mennyire meggyőződtem erről, amikor magamban voltam 8-9 évig, követhettem a hajlamomat, kedvem szerint, napokig nem ettem semmit. Akkor megkaptam Istentől mindazt, amit csak akartam saját magamnak és mások számára is. Könnyek csordultak ki a szeméből, és így folytatta. Most teljesen másképp van. Nem tudok olyan sokáig étel nélkül maradni. Azon veszem észre magamat, hogy már nem vagyok képes beszélni. Nagyon boldog voltam, amikor magamban lehettem. Megvettem a szegényektől a kenyeret, amit nekik adtam. Az én nagy részét a templomban tölthettem. Nem volt annyi gyónó gyermekem, amennyi most van, és a jó Isten rendkívüli kegyelemekkel látott el engem. Így módon derült ki az, hogy fiatal lelkipásztor számára a szigorú vezeklés ideje egyszer s mint az erősítő vigasztalások korszaka volt.